is hálás köszönet azért az áldozatos munkáért, de már nem ebben az évben, hanem tavaly előttiben is. Oklevelet ad át Hosszú János, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke azoknak a pedagógusoknak, akik részt vettek a nyári képzésekben. A felzárkóztató képzés mellett pótvizsgára való felkészítést is vállaltak a tanárok. A diákok nevében is és a csapatunk nevében is megköszönjem ezt. Kuruc Gergely már nem első alkalommal vett részt a nyári oktatásban. Többen itt részt vettünk egy május vége óta tartó projektben, egészen pontosan a legtöbben két projektben is részt vettünk. Egyrészt felnőtt képzéssel foglalkoztunk, 5-6, 7. és 8. osztályos tanulóknak tartottunk felzárkóztató képzést, hogy minél többen megszerezzék itt a kellő általános iskolai végzettséget, és olyan általános iskolai diákoknak tartottunk felzárkóztató képzést, akik pedig eredménytelenül abszolválták a tanévet, és így a pótvizsgához igyekeztünk segítséget nyújtani nekik. A pótfelvételire 14 diákot készítettek fel a pedagógusok angol, magyar, matematika és történelem tantárgyakból. Az egy hónapos oktatást követően 8 tanuló tett sikeres pótvizsgát. A felnőtteknek tartott felzárkóztató képzésre 36-an jelentkeztek, hogy elvégezzék az 5., 6., 7., 8. osztályt. Ebből 29-en sikeresen bizonyítottak. A roma nemzetiségi önkormányzat partnereivel együtt folyamatosan törekszik arra, hogy képzésekkel is segítsék a rászorulókat. Pótvizsgára való felkészítést most már ez a harmadik éve, hogy szorgalmazzuk kisebb-nagyobb sikerekkel. Ugye az előző éveknek is jóformán mondhatni azt, hogy igaz, hogy talán egy kicsit jobban sikerült százalékban, de az idejének is ugye nagyon örülünk, mert ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek igazán nincs más lehetőségük, hogy a nyári időszakban ugye felkészüljenek, és mi biztosítjuk nekik azeket a tanárokat ugye ingyen is bérmentve, hogy ezen lehetőséggel tudjanak élni városi szinten. A felzárkóztató képzés most először indult el a városban. Az OK és képzések előfeltétele ugyanis az általános iskola 8 osztályának elvégzése. Ebben szerettek volna segíteni, hiszen az alapvégzettség után számos ingyenes képzés is tudnak nyújtani a hátrányos helyzetűeknek. Ez az, amit szeretem.